Köszöntöm a kedves hallgatókat az Országos Széchenyi Könyvtár Csevely névre keresztelt podcast sorozatának soron következő 22. adását hallják. Ahogy eddig, most is Solymosi Ákos hangmérnök segíti a munkánkat. Én Újhelyi Attila vagyok, az Országos Széchenyi Könyvtár kommunikációs munkatársa. A mai vendégünk Simon Melinda, egyetemi adjunktus, nyomdászat történész, kultúrtörténész, aki a Szegedi Tudományegyetem Egyetem bölcsészettudományi Tudományi Karáról fáradt el hozzánk. Ezt a kedves hallgatók már tudják, hogy a Nemzeti Könyvtár kiemelt feladata a magyar nemzeti identitáshoz kapcsolódó egyedés felbecsülhetetlen értékek megőrzése és annak bemutatása. És tulajdonképpen a beszélgetésünk apropója ehhez kapcsolódik, hiszen Simon Melindának a legutóbbi kötetét az OSK adta ki. A legújabb könyvének a címe Kiadói és nyomdász jelvények Magyarországon, amely a 1921 és 1940 közötti időszakot öleli fel, ez már sorrendben a negyedik könyv. Az első kötet az 2009-ben jelent meg, amiben a 15.-18. századi nyomnyilás jelvényeket kutattad, jól emlékszem? Igen, ebben négy évszázad anyaga van összefoglalva, ott még elfért. A következő kötetben már csak egy évszázad fért bele, majd az azután következőkben 20-20 év, ebből is látszik, hogy azért a, a nyomdaipar, a kiadói ipar azért Magyarországon nagy növekedésnek indult, így egyre szűkebb időszakokat lehet egy kötetben közölni. Hogy talált meg téged ez a téma? Vércsedi Judit talált meg engem azzal, hogy ha már úgyis ebből doktorálok, akkor gyűjtsük össze ezeket a korai századokat. Ő ugyanis ugye itt az OSK-ban egy sokkal tágabb programot vezetett, ezt a, a, régi magyar nyomdák betűi és díszei, vagy nem biztos, hogy pontosan mondom. Tehát ez sokkal szélesebb anyagot ölel fel, és ennek része a nyomdászjelvény is de hát ez csak egy kis része az ő kutatási területének, és mivel én nyomdász és kiadói jelvényekbe kezdtem bele, akkor na, akkor ezt készítsük el. Utána ebből nőtt ki a többi kötet, hogy ha már elkezdtük, akkor ne hagyjuk abba, és azt már utána én egyedül vittem tovább, mert neki megvolt a saját munkája bőségesen, és így folytattam, meg még szándékozom is folytatni. Ugye ez 1940-ig tart, és az lenne a nagy terv, hogyha az összes égi úgy akarja, akkor a egy utolsó kötetbe a rendszerváltoztatásig még belefoglalni a maradékot. Hogy képzeljük el, hogyan kezdted el ezeket a nyomdás jelvényeket összegyűjteni, hiszen óriási időtartamot foglalt össze akár az első kötet, ha úgy nézzük, de ha négy kötetet vesszük, akkor az meg egy hatalmas mennyiségű anyag. Először Szegeden kezdtem el, Naivan, azt gondolván, hogy akkor majd a Szegedi Egyetemi Könyvtár Somogyi Könyvtár anyagából gyűjtök jelvényeket. Valamennyire tervszerűen gondoltam azt is, de aztán rövid, nem is tudom, pár hét után láttam be, hogy ez teljesen esélytelen, hogyha nem a Nemzeti Könyvtárban végzem, akkor nem lesz soha teljes. Tehát itt a teljes megőrzési kötelezettsége egyedül a, a Nemzeti Könyvtárnak van, tehát ha bármilyen eldugott kis jelvényre rá akarok akadni, akkor ezt itt kell csinálni. Úgyhogy elkezdtem terszerűen ezt a munkát, úgyhogy heti egyszer jártam Pestre kutatóútra, és akkor az OSK vezetőinek, felsőbb vezetőinek, illetve a raktári Osztály vezetőinek a fantasztikus türelmével és támogatásával ezt úgy végeztem, hogy beérkezvén ilyenesen, tehát ruhatár után nyilván a raktár, a raktárnak mindig megjelölt pozíciójától, tehát teljesen szekvenciálisan mentem végig rajta, mint egy úthenger, és a polcról levéve a könyveket, illetve füzeteket, minden apró nyomtatványt, tehát eléggé kilátástalannak tűnt néha, ellenőriztem elől, hátul van-e rajta jelvény, ha nincs vissza, ha van, akkor viszont stócba került, tehát amikor összegyűlt egy olyan 5-10 fotózandó könyv, akkor azt a raktár végébe egy asztalnál, egy, asztal, egy ö, lámpa segítségével, sima asztali lámpa segítségével lemakróztam, és lemértem milliméteres, milyen mini vonalzóval, hogy akkor a méret legyen meg, a könyvadatai legyenek meg, tehát a címlapot is fotóztam, illetve a raktári számot. Ebből összegyűlt egy jó nagy képmennyiség, este haza Szegedre, és utána ugyan egy-két napot tartottam, eddig ezt feldolgoztam. Tehát mindig a jelvénynek a eredeti fotója kapott egy nevet, ami felismerhetővé tette, és egy kis textfájlba mellé írtam az összes adatot, ami kell. Ezt 9 évig csináltam folyamatosan, ez 2008 és 17 között zajlott, és azt is számon tartottam, hogy mennyi polc folyómétert néztem át, mert elvileg a teljes OSK anyagát átnéztem, tehát a magyar könyvtermést mondjuk úgy a rendszerváltoztatásig, tehát annantól már nem, és az sült ki belőle, hogy kb. 9500 polcfolyométer, tehát 9,5 kilométernyi polcot néztem végig, Mondom, óriási bizalom és türelem kellett ehhez, tehát az, hogy engem oda beengedtek egyedül matatni, az fantasztikus segítség volt. Így viszont elmondhatom, hogy talán teljeségre törekszik ez a gyűjtés. Miért készültek ezek a kiadói jelvények, vagy nyomdász jelvények annó? Mit akartak kifejezni ezen cégeknek a tulajdonosai ezekkel? Több oka van, a, a korai okok egyike az ugyanaz, amiért a lisztkereskedő a zsákjára rányomta a tulajdonjegyét. Tehát a, a zsákvászomba nyomott pecsét az ugyanaz az enyém. Tehát amikor a, a könyv elkészült, és a végére a, a nyomdászra rátette a jelvényét, részben ez azt is jelentette, én csináltam, ez az én termékem. A másik az kereskedelmi célú szintén, amikor a könyv címlapján vagy hátul, címlapon általában a kiadói jelvény van a hátsó táblán illetve az utolsó lapon, ott pedig a nyomdai. Azért teszik rá, hogy ha egy vevő forgatja a könyvet, akkor rájöjjön, hogy ez hol található ez a könyv. Magyarul, ha meg akarom venni, akkor hova menjek? Ezt általában a házak cégérét használták. Tehát, hogyha a nyomda egy olyan házba volt, aminek bagoly volt a cégére, akkor arrakta arra a könyvre is a bagyos cégért, és akkor mindenki értette, hogy jó, persze, hát, hogyha ezt meg akarom venni, oda megyek a bagolyhoz. Tehát ez egy iránymutató, akár reklámeszköznek is felfogható. És aztán úgy a későbbiekben, vagy ezzel párhuzamosan azért sok minden szimbolikus elem is van benne, ami a, mondjuk, hogyha valaki vallásos hitét akarja kifejezni, akkor megfelelő szimbolikát ráteszi, hogy én ebben hiszek. Vagy azt akarja jelezni, hogy ő mennyire művelt, mennyire igényes. Magyarul ez egy jó kiadó, innen bátran vehetsz, akkor arra egy olyan jelképet tesz, amiből az, az olvasó felismeri, hogy ó, ez, ez egy minőségi áru, tehát bátran megvehetem. Többnyire azt lehet mondani, hogy a végsők, hogyha megkapargatjuk, akkor mindig az eladás, a kereskedelmi cél ilyen vagy olyan eszközzel. Most már vannak grafikusok, a grafikusok tudnak tervezni logót, bármilyen jelvényt, de ez a középkorban vagy az újkorban ez hogyan zajlott? Ki készítették ezeket? Ez is változó. A ősnyomdászat, korai nyomdászat időszakában azért minden a az értelmes befektetés szintjén zajlott. Magyarul ne költsünk túl sokat, annyit költsünk, amennyit észszerű. Az eladás hasznos legyen, a befektetés a lehető legkisebb. Tehát magyarul vagy a nyomdász maga véste ki egy egyszerű kis fadúcba, vagy valamelyik ügyesebb legényt megbízta, hogy kész fiam, vésíli ide nekem egy pálmafát. És ezt elég soka, sokáig használták is, tehát lehető legjobban próbálták kihasználni az eszközeiket, hogyha megrepet, nem baj ha új tulajdonos volt, akkor átviste az iniciálékat, kicserélte rajta, tehát ö, észszerűen használták az eszközöket. Utána, amikor már úgy elérkezünk a 17-18. századba, és már elég erős a konkurencia, akkor már illet itt is valami minőséget hozni, úgyhogy ott már nevesebb művészeket is bíznak meg egy-egy jelvény készítésével, szintén ilyen célból, hogy én megengedhetem magamnak, hogy ilyen nagy művészt foglalkoztatok, tehát jó cég vagyok, bátran veheted a termékemet. Lehet ezeket a jelvényeket valahogy osztályozni, olyan típusokba sorolni? Nagyon sokféle típusba lehet, úgyhogy nem is kezdenék ebbe bele, mert az már nagyon tudományoskodás lenne, de vannak olyan típusok, ami soha nem hal ki. Például egy beszélő jelvény az soha nem hal ki, hogyha mondjuk egy Engel Lajos nevű nyomdász angyalt tesz a jelvényére, akkor ő a nevére utal. Vagy egy torrezáni, az meg tornyot. Tehát, hogy ez egy, egy, kellemes felismerés, tehát ahogy a könyvet a kezébe veszi az olvasó, jó, hát ez milyen jó, már egy kis vicces dolgot látott, több kedve van esetleg megvenni azt a könyvet. Tehát egy pozitív attitűdöt vált ki az, a vevőből de vannak más típusú jelvények, például amikor az adott városra utal, ahol ő dolgozik, heraldikus jelvénynek hívjuk, vagy a város címerét használja, vagy valamilyen nagyon jól felismerhető épületet. Tehát olyat, amiről az olvasó ráismer, jó, hát ezek a ferde tornyok, ez bolonyából, na akkor ez egy bolonyai kiadó. Tehát könnyű ráismerhetőséget, egy ilyen aha élményt ad az olvasónak. Említetted, hogy hogyan kezdtek el készülni ezek a jelvények, először fa faragással, meg a korabeli nyomdász technikával, ezek később hogyan változtak? A fa metszet elég sokáig megmarad. A legegyszerűbb technika olyan szempontból, hogy egyszerre lehet nyomni a betűkkel, tehát a címlapot könnyebb elkészíteni, hogyha ugyanabban a szedésben van benne a fa metszet is, egyszer kell festékezni, egyszer kell nyomni. Viszont mikor már a 18. század táján, még kicsit korábban is a rézmetszet hódít, és hát úgy mondjam divatossá válik, mert sokkal eh, részletgazdagabb, sokkal finomabb ábrázolásokat lehet készíteni, akkor persze betör a részmetszet is. Ez annyi nehézséggel jár, hogy kétszer kell ugyanazt a papírt nyomni, tehát egyszer rányomtatom a szöveget, a címlap szövegét, majd új szárítás, majd újabb nyírkosítás után visszakerül a réznyomó sajtóba, és még a rézmetszetes jelvényt is rányomjuk. Tehát problematikus, mert elmozdul, elcsúszik, én is fotóztam fejjel lefele nyomott rézmetszetet, meg egymásra nyomott, tehát a szöveg és a rézmetszet egymásra nyomódik, egy csomó ilyen hiba lehetőséget ad. Viszont Hordozza magával a, mondom, az eleganciát, amit korábban említettem, hogy ezek a részmetszetek többnyire szignáltak már, és mondom, neves művészek szignálják. Olyat is találtam, ahol egy könyv 13 kötetes ö, nagy mű, mind a 13 kötetben más-más részmedszete van a címlapon, mint jelvény. Ezzel szinte ö, hogy felvág a kiadó, hogy én ezt meg tudom engedni magamnak. A másik pedig az a nagyon érdekes ezekben a, a jelvényekben, hogy amennyire én eddig utána jártam, ezek a nagy művészek egyik másiknak van katalógusa, tehát a részmetszeteit katalogizálták, fel van tárva a teljes munkásságuk, de nem szerepelnek benne ezek az úgynevezett apró műfajok hogy például jelvényeket is készített, pedig ezek nem kicsik, tehát részmetszetes jelvények az olyan jó 12-15 cm-es is lehet akár, de nem, tar nem tartják őket nyilván. És ez egy nagyon izgalmas terület, ezeket ugyanúgy fel kell tárni és katalogizálni kell, ugyanaz a neves művész készítette, csak kisebbek. A részmetszetek nagy hulláma az ugye a 18. században azért nagyjából le, lenyugszik, és a 19. században pedig új technikák lépnek fel, és terjednek el. A, ami ebből tömegesen terjed, az a mindenféle technikával készült klisé. Tehát ott már segítenek magukon, gyorsítják az előállítást, illetve sokkal több lenyomatot bírnak ezek a klisék. Ez akár galvanoplasztikával készülhet, vagy cinkográfiával bármi módon. A lényeg mindegyiknek ugyanaz, hogy van egy eredeti dúc, és abból készítünk valamilyen módon egy fémmásolatot, és azt a fémmásolatot használjuk utána a nyomtatásban. Manapság pedig már digitális technikával készülnek. Ez egy hatalmas kutatási terület, nagyon sok megőrizni való grafikával. Miért fontos ezt a jövőnek átmenekíteni vagy megőrizni? Az egyik cél az természetesen a kulturális megőrzés. Ez manapság nem annyira divatos téma, de szerencsére még vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy az értéket azt őrizni kell, még akkor is, hogyha az elszürkülés és a, az érdektelenség nem is tengere, hanem homokja vesz körül minket, ezt őrizni kell. Ez olyasmi, mint amikor az ember építkezik, ő, ezek mind egy, egy tégla, egy ilyen könyv, vagy egy adatgyűjtés. Nem tudjuk, hogy épít -e rá valaki, de én azért leteszem a, a jövőbe vetett hittel, hogy valaki ezt használni fogja, vagy tovább fogja építeni. Tehát ez egy nem divatos, de én hiszek ebben a célban. A másik az pedig, ebben némi hiúság is van, kitűnni. Nem nekem, hanem a közösségünknek. Tehát a jelvények gyűjtése az nem magyar találmány, tehát ezt a nagyobb kiadói iparral, nyomdászattal rendelkező nemzetek sokkal korábban elkezdték ezeknek a feltárását, katalogizálását, de pont azért, mert mondjuk a német nyomdaipar vagy a francia nyomdaipar akkor óriási nagy, ezért megtorpannak egy bizonyos időhatárnál, olyan 1600-1700 táján minden forrásközlő munka megáll. Nincsenek modern forrásközlések, mert olyan tömegű jelvénnyel kellene dolgozniuk, hogy megijednek tőle, és lezárják kényelmesebb a korábbi korszakokkal foglalkozni. És ö, nekünk ez, hogy mi már a 20. század ö, közepén járunk, és ö, teljességre törekedve fel van tárva, az ö, olyan jó országimázs elem. Ezt lehet külföldön mutogatni, ugyanis ezek kétnyelvű kötetek, tehát magyar-angol kétnyelvű kötet, ezt bárhol el tudja bárki olvasni, és tényleg el is vannak a világon, tehát elterjedtek a világon mindenfelé, mivel nincs másnak, ezért ebben kitűnhetünk. Tehát kevés terület van, amiben előbb tartunk, mint mondjuk egy nagy nyugat-európai nemzet kulturális téren. Én erre nagyon büszke vagyok. És a másik az, hogy kisebb nemzetek, tehát ezek a ö, cseh, szlovák, ö, bolgár, román, bármelyik ö, régióbeli társunk simán megtehetné. Tehát ö, ők sem rendelkeztek óriási nagy kiadói vagy nyomdaiparral, ugyanígy megtehetnék, de nekik sincs. Tehát ez, ez, ez így unikális, és ez... ez egy fő cél. Vegyünk egy nagyobb merítést, és kérlek szépen arról beszélj nekünk, hogy mi a hasonlóság, vagy a különbség az exlibrisekhez, cégérekhez, pecsétekhez, vagy a logókhoz képest? Ezek rokon műfajok. Néha nehéz is őket elkülöníteni egymástól, de nem lehetetlen. Mint említettem, a kiadói jelvény az a címlapon van, a nyomdász jelvény többnyire hátul, kisebb-nagyobb eltérésekkel. Ez már eleve a cég jellegét megadja. Tehát, hogyha a címlapon találom, akkor biztos, hogy ez a kiadóra vonatkozik az a ö, grafikai ábrázolás. Ezzel szemben az eXlibrisnek már az elhelyezése ugye máshol van, tehát az a, a borító táblára szokott ö, ragasztva lenni, és az a tulajdonost jelzi. Tehát az egyik a könyv előállítója a kiadó, az eXlibrisen pedig a könyv tulajdonosa szerepel. Ennek ellenére én magam is találtam olyan ábrázolást, ahol a rajz ugyanaz egy ex mint a kiadó jelvényén. Ezeket egyenként fel kell deríteni, mert könnyen lehet, hogy egyszerűen az adott grafikus eladta ugyanazt az ábrázolást ide is, meg oda is. De ez, ez simán elkülöníthető egymástól, szerencsére, tehát a két műfaj ez, ez nem azonos. Ráadásul az Exlibris az egy külön lapra nyomtatott, tehát szeparát nyomtatott, ez pedig mindig a könyv testében van benne, a kiadói jelvény. Egyébként az, annak eldöntésében, hogy valamit kiadói jelvénynek tartok vagy nem, azt én magamnak a 20. századra gondolok, azt a szabályt állítottam fel, hogy azt tekintem kiadói jelvénynek, ami valóban használatba került, és élő könyvbe belenyomtatták. Tudni Lik, elég sok olyat lehet találni, ahol például a Magyar Nyomdászat című labban sok reklámot közöltek, kiadói reklámokat. A kiadói reklámban szintén benne van a jelvény, esetleg olyan, ami még ismeretlen. De hogyha az nem került bekönyvbe élő használatba, akkor én azt nem tekintem jelvénynek, az csak egy reklámeszköz volt a folyóiratban. Eléggé ingományos néha a terület, ezért muszáj ilyen szabályokat felállítani. Korábban szintén említettem, hogy a cégér az sokszor azonos a jelvénnyel, hiszen a ház akarnak utalni, a, amelyben működik a kiadó vagy a nyomda. A logó az pedig tulajdonképpen egy modern kiadói jelvény, ez pontosan annak a, a hogy mondjam, az unokája a kiadói jelvénynek. Az történik, hogy a nagy 10-12 cm-es egyre kisebbek, egyre egyszerűbbekké válnak, vonalrajzokká válnak, sem sematikusakká válnak, és a végén kialakul belőle egy rendkívüli módon leegyszerűsített, könnyen felismerhető logó. Egyébként a kiadók és a nyomdák is, most megint 20. Század, 19-20. századról beszélek, ugyanazt a, a grafikai ábrázolást mindenhova feltüntetik, tehát a marketinget már nagyon tudatosan művelik, a levélpapírnak a fejlécében ugyanaz a mondjuk kakas van, mint a pecsétjén, amivel az iratait lepecsételi, sőt a, a pecsét gyűrűjén is ez van, a kereskedelmi levelezésében, a reklámjain, a mindenhol ezt tünteti fel. Sőt, a házának kapu boltívén is az van. Bár te leginkább ugye a magyarországi elterjedést vizsgálod, biztos tudsz néhány szót mondani arról nekünk, hogy ez külföldön milyen elterjedtségű volt, vagy mennyi ilyen nyomdászjelvényt, vagy grafikát tud egy-egy ország felvonultatni? Kisipar, kevés jelvény, nagyipar, sok jelvény. Ebből az következik, hogy ugye nehezen birkóznak, sokkal nagyobb a jelvényanyaguk, mint ami Magyarországon létezik, tehát én sem tudom, hogy azzal, hogy lehet megbirkózni. Viszont vannak próbálkozások. Van egy német, illetve meghalt szegény már egy német szerző, aki a német szabadalmi hivatal anyagából gyűjtötte ki, ez egy rendkívül kreatív módszer, nekem nagyon tetszik, nem könyveket néz át, mint én, ahogy átnéztem, hanem a szabadalmi hivatalban levédett grafikai ábrázolásokat gyűjtötte ki, és ebből egy cd formát egy nagyon jó adatbázist adott ki. Illetve vannak egyes kiadók jelvényeire vonatkozó kutatások, tehát mondjuk az Inzel kiadónak az egy híres eset, hogy azt a hajós jelvényt azt a lehető legtöbb és legnevesebb művésszel megrajzoltatták. Egyelőre én azt látom, hogy a nyugati, nyugati, ezt most nyugat-európára értem, kiadói és nyomdász jelvények publikálásának pillanatnyilag nincs nagy kutatottsága, tehát nincs olyan kutató, aki ma ezzel komolyan foglalkozna, én most a ö, modernekre gondolok, és nem látok rá próbálkozásokat, hogy ebből akár ö, adatbázis formájában, vagy bármi más formában ö, létrejönne valami. Megakadt ez a kutatás, és ö, kimondottan régi könyvekhez kötődővé vált. Tehát Nyugat-Európában ez korai kort jelent. Hogyha nyomdászjelvénnyel foglalkozik valaki, akkor korai koros, ott rendkívül komoly kutatógárda van. De a 19, 18. század is már ö, elhanyagolt. Ahogy teltek az évszázadok, hogy milyen fejlődést vagy stíluskövetést veszel észre a, a jelvényeken, illetve arról is beszélj, kérlek, hogy, hogy milyen ikonográfiai elemek a, a leggyakoribbak, amik esetleg hagyományozódnak. Hát. A stíluskövetés az egyértelmű, tehát ami éppen divatos, olyat készít. Sőt, az adott kiadó, hogyha hosszú életű kiadó, akkor mindig frissít. Tehát, ahogy mondjuk van neki egy 19. századi klasszicista, szép, elegáns jelvénye, majd bejön a szecesszió, hopp, gyorsan hajladozó vonalak, egy gyönyörű, szép, kecses nő alak, még cigarettára is gyújt a jelvényen, tehát egy nagyon tipikus szecessziós ábrázolást vesz át. De mondjuk egy rokokó időben működő cég olyan cirkalmas monogramokat alkalmaz, hogy ember legyen a talpán, aki azokat elolvassa. Tehát mindig, ami divatos, azzal rukkolnak elő. Az ikonográfiai elemekre vonatkozóan, hát van egy óriási nagy vastag réteg, ezek a közhelyek ezt lehet, hogy bántó, de akkor is, tehát egy nyitott könyv az olyan, hogy az ember már szinte rá se néz, mert ez volt éppen a 46 ezredik, vagy egy bagoly, vagy egy fákja, egy gyertya, a lúttól, a, a, Pallas Athéné, vagy merkúr, tehát ezek ilyen nagyon elcsépelt, de ugyanakkor működő stílus elemek, tehát ez mindig bejön, ez, ezzel nem lehet téveszteni. Viszont már a 18. században bejönnek olyanok, amik a meglepőségükkel működnek. Tehát például fizikai mérőeszközök, vagy csillagászati eszközök, vagy mit tudom én, egy logarléc. Tehát ö, időnként azért is jó ezekkel foglalkozni, mert olyan eszköz van rajta, hogy csak kikarakedik az ember szeme, na akkor most ezt kinyomozzuk, hogy mi lehet, mert nekem fogalmam sincs. Volt egy, egy svájci jelvény, ahol már nem tudom, hogy hány ö, hónap után sikerült, és hány ember megkérdezése után sikerült kideríteni, hogy ez egy sajt kockázó eszköz, amivel a vízben úszó sajt göböt kockázzák, hogy apró legyen. Szóval, hogy időnként rendkívül jó, mert, mert tisztára egy Ágáta Kriszti nyomozással is felér ezek a, a, felér a, jelvények kutatása, de visszatérve a szimbólumokhoz, a 19. században bejönnek olyanok, mint mondjuk egy gyárkémény, vagy egy, Fogaskerék, tehát már az iparosodás egy gőzmozdony, az iparosodás jelképei, hogy én friss vagyok, én modern vagyok, ez, ez, erre akarnak utalni ezekkel a jelképekkel, illetve a 20. század elején bejönnek a, a politikai jelképek, ahol már van szociáldemokrácia, annak van komoly ö, ikonográfiai készlete, azt használják, kommunista, ö, nemzeti szocialista jelképek rendkívül sűrűn vannak ezeken a, a kiadói jelvényeken. És vannak olyan grafikai elemek, amelyek egy-egy területhez kötődnek? Nehéz ilyet mondani. A korai nyomdászjelvények esetében inkább divatokról beszélnék talán. Észak-Itáliában volt egy típus, ami egy, hát hasonló, mint egy országalma, egy gömb, és fölötte a kettős kereszt. Ezt rendkívül szerették az észak-itáliai nyomdákban, ezen a területen. És ugyanebben az időben, német nyelvterületen pedig sokkal inkább az úgynevezett kereskedői négyest alkalmazták, ami egy szögletes jelkép, olyan, mint egy megfordított négyes, különböző vonásokkal a szárán. Ez náluk tipikus kereskedői jelvény volt, tehát az általános kereskedői jelvényt alkalmazták mint könyvkiadói kereskedői jelvényt, de egyébként ettől eltekintve nagyon nehezen tudnék olyant mondani, amikor egy-egy jelkép vagy egy, -egy ikonográfia élem Valahova korlátozódna. Viszont olyat tudok mondani, amikor valamilyen jelkép vagy jelvény annyira tetszik, hogy másolják. Ez egy másik érdekes része a jelvények kutatásának, amikor az ember úgy érzi, hogy ráismer, de nem tudja, hogy hol látta már, és akkor kiderül nagy nehezen, persze sok böngészés után, hogy ja, hát ez másolja, a, tehát mondjuk egy erdélyi kiadó másolja a Hallei, vagy a Wittenbergi, vagy a valamelyik, bármelyik másik németországi jelvényt, mert annyira megtetszett neki, hogy után metzi, Vagy mondjuk egy 19. századi magyar kiadó egy párizsi jelvényt másol le. Ezek nagyon érdekes történetek, ezeket szívesen is keresem egy-egy vállalatnak volt több jelvénye, hogy teltek az évszázadok? Mennyi időnként cserélte le egy kiadó vagy egy nyomdászata az ő jelvényét? korai korszakról először, ott többnyire tulajdonos váltáskor volt ilyen, és mint említettem, átmetszik sokszor, tehát hogyha meg jó az a fadúc, az iniciálékat átmetszem, a tulajdonos iniciáléit átmetszem, de, hogyha családon belül öröklődik a cég, akkor ö, sincs gond, mert ö, kis módosítással folytatják, tehát ugyanazt a jelvényt használják tovább. Leginkább az történik egyébként, hogy átveszi az apától a fiú, vagy egy másik családtag, és ö, újra metszeti ugyan a de ugyanazt a szimbolikát használja rajta. Tehát nem, nem akar tőle megválni, hiszen az már bevált, az egy hagyományt jelent a cég életében. Egyébként pedig ha nincs tulajdonos váltás, akkor leginkább ez a, a, divat cserélődése okozza az új jelvények használatát. Hosszú életű kiadóknál Magyarországon olyan nagyon sok típust nem tudok mondani, Ateneum, Franklin, tehát ezek a, a hosszú életű kiadói konszernek esetében is tíz alatt van az, az ilyen jelvények száma. De a csúcstartó az a 19. században a királyi Magyar Egyetemi Nyomda, amely ebben az egy században 16 verziót használt, és ebben nincsenek benne a 20. századiak, ami még szintén legalább ugyanennyi. Tehát ott volt egy, egy, egy olyan törekvés, hogy a könyv különböző részeire különböző jelvényeket, tehát a gerincre ha nyomták, mást nyomtak, hogyha a címlapon mást. Ö, egy kicsit ö, azt mondom, hogy, hogy olyan nagy cég volt és annyira konszolidált, hogy megtehette, hogy ö, erre időt, pénzt, mú, művészt dolgoztatott, hogy újra és újra meccesse ezeket a jelvényeket. Beszéljünk egy kicsit a legutóbbi kötetről, ugye ez 1921 és 1940 közötti időszakot foglalja össze. Triannon után hogyan változott a nyomdászjelvények mennyisége, minősége, elterjedése? Mi volt a tendencia? Trianon az nekem, mint történésznek is fájó pont. Jó is, hogy szó esik erről. A köteteknek az alapvető szerkesztési elve az, hogy mindig az aktuális politikai Magyarországot veszi figyelembe. Tehát azokat a politikai határokat, amelyek minket körbevesznek, azon belül magyar nyomdászjelvénynek, vagy magyarországi nyomdászjelvénynek minősül, azon kívül nem. És ez változó, persze az idők során, így aztán a trianon az azért fájó, mert ott marad egy csomó kiadó és nyomda az elcsatolt területeken, amelyeknek továbbra is működő, mű, tehát cég, mint cégek működnek, és van is jelvénykészletük, sőt, sokszor rendkívül érdekesek és szépek, de nem vehetem fel őket a kötetbe, hiszen ez már nem a politikai Magyarország. Ebből az következik, hogy elvileg eh, itt egy nagy jelvény szám csökkenésnek kellett volna bekövetkezni, ugye, hiszen 20-tól már. Eh, Jóval kevesebb cégről beszélünk, ennek ellenére a jelvények száma szinte robbanásszerűen növekszik. Ez azért is történt így, mert ezek zavaros idők voltak. Zavaros időkben, ilyen-olyan okokból, rövid életű cégek jöttek létre, amelyek egy-két kiadvány után felszámolódtak, majd máshol egy másik néven jött létre ismét egy zavarosban halászó kis cégecske. Mindegyiknek van, vagy soknak van jelvénye, de ezek efemer dolgok. De ezeket ugyanúgy nyilván kell tartani, tehát csődbe ment cégek tömege, utána megint egy újabb vállalkozás, óriási és egyébként nagyon izgalmas változatos a, a jelvénykészlet, pont azért, mert ö, Szinte nem volt rá idő megtervezni. Gyorsan csináljuk a céget, gyorsan csináljuk a jelvényt. És ezért nagyon-nagyon tetszik. Szinte azt mondom, hogy gondolatbeli megkötöttségek nélkül jönnek létre az új jelvények, tehát kevesebb a közhely. És a másik ilyen korszak, amit alig várok, hogy foglalkozhassak vele, vagy hát, hát már, ismerem csak, hogy feldolgozhassam, az a 40-es évek hasonlóképpen zavaros időszaka. Tehát ami most fog következni a 41-től 47-48-ig terjedő időszak, amikor megint kis kiadók és, és no -name kiadóknak a tömege lesz benne, majd aztán a szocializmus időszaka, ahol viszont olyan visszaesés következik be, ott gyakorlatilag az államilag engedélyezett kiadók jelvényei voltak csak, tehát ott viszont nagyon kevés a jelvény. Még egy érdekes kérdés lehet a sorozati jelvények, amikről eddig nem volt szó. hogy a szocializmusról jutott eszembe, hogy ebben az időszakban ugyan nagyon kevés kiadó volt, relatíve kevés kiadó, viszont a kiadók egyes sorozatai ugyanúgy jelvényt kaptak, mint maguk a kiadók. És ezt nagyon magas szintre vitték. Tehát, hogy az ember megnézi mondjuk a Móra kiadónak az összes kis sorozatát, ami nem is volt akár hosszú életű, nagyon izgalmas jelvényanyag van ott még elásva, amit szintén szeretnék publikálni, csak az emberi erőforrások végesek. Említettet, hogy 1989-90-ig szeretnéd összegyűjteni a nyomdászjelvényeket? Hogy áll ez a vállalkozás? Megvan. Tehát az anyag megvan, a gépemen ül, és várja, hogy valamikor egy nyári időszakban legyen annyi energiám, hogy a szócikkeket megírjam hozzájuk. Tehát a képanyag megvan, az adattömeg is megvan. Annyi munka van vele, persze természetesen tisztességes adatgazdag szócikkeken kívül, hogy a képeket retusálni kell, erről sem beszéltem még. Az eredeti fényképek azok ugye színes képek, amik a, tehát a makróval készült színes képek, ebből fekete-fehér tiszta ábrákat kell létrehozni. Tehát a retusálás nem azt jelenti, hogy meghamisítom, hanem hogy a papír rücskösségét például kiszedem belőle, vagy egyebeket, ami tisztábbá felismerhetővé teszi a jelvényeket. Ez azért csukló próbáló feladat, és és idő kell hozzá. Ma működő nyomdákkal, nyomdászokkal tartasz-e élő kapcsolatot ebben a témában? Éltekes esetekben igen. Tehát előfordul, hogy valamilyen jelvény, nyilván elém kerül egy sok könyv a kezemben, és nem ismerem fel, nem, nem tudom azonosítani, hogy mit ábrázol a jelvény, illetve feltételezek valamit, de nem vagyok benne biztos. Tehát ilyen már volt többször. A Tipotex kiadóval például leveleztem, hogy jól feltételezem-e, hogy a jelvényük az adott festményből inspirálódott-e. Tehát előfordulnak olyan esetek, amikor megkeresek egy kiadót közvetlenül olyan kérdéssel, hogy jól gondolom-e a szimbolikát, illetve hogy ki készítette az adott jelvényt. Tehát vannak olyan jelvények, amelyeknél egészen egyértelmű, hogy azt képzett grafikus készítette. Nem valaki megtervezte a számítógépén egy egyszerű, könnyű módon, hanem hogy abban grafikusi munka van. És ilyenkor, amikor szükséges, akkor szoktam kapcsolatot keresni a kiadókkal. Egyébként nagyon pozitívak a tapasztalataim. Nagyon szívesen megírják, sőt, a publikálásnak is nagyon örülnek. Te a Szegedi Tudományegyetemen tanítasz, a diákokat mennyire tudja megfogni ez a téma? Van-e, aki esetleg kiemelkedően érdeklődik a téma iránt? Az egyetemi képzés az egy alapképzés, tehát olyan értelemben, hogy általános tárgyakat tanítunk. Olyan tárgyakat, amelyek a lehető legszélesebb körben adnak valamelyes ismeretanyagot, hogy amikor kilép a hallgató, akkor ne elég üres térbe lépjen, hanem legyen alapismerete. Ebbe viszont nagyon nem férnek bele az ilyen nagyon szűk, specifikus kutatások, elmenne az idő, nem lenne hatékony. Tehát általános történet, általános történetet kell inkább nekik tanítani ahhoz, hogy rálátásuk legyen a dologra. Ilyesmit, mint a, az én kutatásaim, vagy a kollégáim kutatásai maximum speciál kollégiumokban tudunk elővezetni, ahova ö, azok jelentkeznek nyilván, akiket érdekel ez a dolog, illetve van felsőfokú szakképzésünk, ahol kimondottan régi könyves ö, képzés iránt érdeklődők jönnek, ez megint egy szűk kör. Tehát ez ö, nem egy tömeg téma, ö, nagyon kevesen vannak, akik ez iránt érdeklődnek, de az viszont nagyon nagyon... Ö, jó eső érzés, amikor egy-egy ilyen órán kollégákkal gyakorlatilag tudunk beszélgetni nem tömegtéma, de annál érdekesebb. Ez volt az Országos Széchenyi Könyvtár Csevej című podcastjának aktuális 22. adása, aki kérdezett Újhelyi Attila, az OSK kommunikációs munkatársa, aki válaszolt, Simon Melinda, a Szegedi Tudomány Egyetem Bölcsészettudományi Karának egyetemi adjunktusa, nyomdászat történésze és kultúrtörténésze, akinek köszönöm szépen, hogy vendégünk volt. Solymosi Ákos hangmérnök segítette munkánkat, Köszönöm, hogy meghallgattak minket, remélem, hogy hamarosan újra találkozunk, mindenkinek minden jót!